Kell még egy szó, mielőtt mennék. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, vissza vár. Ünnepi megemlékezésünk elkezdés előtt kérem fogadják nagy szeretettel itt a mikrofonnál Varga B. Tamás dalnokot, aki igyekszik megadni majd a kellő hangulathoz számunkra zenéivel, dalaival a lélek erősítőt. Rákóczi népet idéz magyarok, szent koronánk büszke törvényt. Ma egységbe mind, aki tenni akar, hitünk a pajzsunk, erünk a törvény. Istennel szép hazánkért, Istennel a szabadságért, Istennel majd
20 éve előre. Bajtárs a gárdát sosem hagyja el, így indulunk száz csatába. Igaz magyarok, dicső véreim, nincs sorunkba meg sincs, ki harcra gyába. Istennel szép hazánkért, Istennel a szabadságért, Istennel Magyarországért, Rákóczi léve előre. Ellen, ha támad a túlszáz vihar, népek a vesztünkre törnek, e van a miénk, és ha értünk kiált, vissza az enyém, szavát e földnek. Istennel szép hazánkért, Istennel a szabadságért, Istennel Magyarországért, Rákóczi léve előre. Régi hírünk lealudjék, mit is érünk, visszajöjjék, hely kudocok, magyar hó! Sok jósággal, vidészséggel, Isten iránt hűséggel, Magyarországért, édes hazánkért, felsorakozzatok! Nagy Magyarország, te édes hazánk, érted halunk, érted élünk, kis bizodalmunk az ősi erény, tiéd az estünk, tiéd a vérünk. Istennel szép hazánkért, Istennel a szabadságért, Istennel Magyarországért, Rákóczi léve előre. Istennel szép hazánkért, Istennel a szabadságért, Istennel Magyarországért, Rákóczi léve előre. Adjon az Isten! Szép jövőt! Szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi megemlékezésünkön, és engedjék meg, hogy külön szeretettel, tisztelettel köszöntsem itt a Turul szobor tövében megjelent gárdistákat. Egy nagy tapssal fogadjuk az új Magyar Gárda mozgalom, a Magyar Nemzeti Gárda, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület és a Gárda Szövetség gárdistáit. Régóta vártunk erre a közös seregszemlére, erre a gyönyörű napra, amelynek különleges aktualitást ad, hogy a Rongyos Gárda nyugat-magyarországi felkelésének 90. évfordulóját éljük ezekben a napokban. És nem is olyan régen, talán 4 évvel vagy 3 évvel ezelőtt, 2008 nyarán, itt, ezen a területen egészen másokból kellett összegyűlnünk nekünk magyar embereknek. Ugyanis akkor volt egy politikus bűnöző, aki még sokat szerepelt a politikai életben és a sajtóban, őt úgy hívják, hogy Ungár Klára. És ő 2006-ban RSZ-es bűntársaival együtt keresztes hadjáratot indított az itt fölállított Turul szobor ellen. Éveken keresztül közösen küzdöttünk, élőláncot szerveztünk a Turul szobor megvédésért, SMS viadóláncot állítottunk fel, és fenyegettünk minden hatóságot, minden politikai pártot, hogy abban az esetben, hogyha hozzá mernek nyúlni a Turul szoborhoz, akkor több száz, több ezer hazafi fog itt teremni, és saját testünkkel fogjuk megvédeni ezt a szobrot. Talán ez a közös küzdelmünk is hozzájárult ahhoz jelentősen,
hogy aztán nem mertek hozzányúlni a szoborhoz, és most, immár 3 év után háboríthatatlanul, békében, közösen tudunk fejet hajtani az elesett magyar hősök, a rongyos gárdisták emléke előtt. Közös megemlékezésünk első szónokaként szólítom ide a mikrofonhoz Pörzsa Sándort, a feloszlatott Magyar Gárda Egyesület volt alapító tagját, országgyűlési képviselőt. Adjon az Isten! Szebb jövőt! Adjon az Isten szebb jövőt, kedves mindnyájunknak! Én ezt az érzést soha nem tudom megszokni, ott voltam az elsőn is, és ott voltam az utolsón is, legalábbis az ez idáigi utolsó avatáson is, és remélem, hogy majd ősz agfejjel még a Jóisten megadja nekem azt a kegyet, hogy a mostani unokáinkat is tudom így majd köszönteni, mint ifjú gárdistákat, illetve akik már akkor felnőtt gárdisták lesznek. Megmondom őszintén, amikor így együtt látlak benneteket, akkor egy kicsit mindig gomboz gyűlik a torkomba, mert ugyanazt érzem, amelyet 2007. augusztus 25-én, amikor az első 56 gárdistát avatták, szóval amit akkor éreztem. Ha van olyan, aki ott volt azon az avatáson is, az megerősített abban, hogy nagyjából ugyanilyen idő volt, talán egy kicsit szelesebb, de egyébként hasonló kora őszi vagy késő nyári idő volt. És annyiszor elmondtuk már, hogy akkor, véleményünk szerint akkor valami megállt Magyarországon, valami borzasztó dolog megállt Magyarországon, és ez a nép általatok fölemelte a fejét. Létrejött egy olyan mozgalom, amely nyugodtan mondhatom, hogy a mostani összejövetelünk, tehát a rongyos gárdisták emlékének a folytatása a rongyos gárda reinkarnációja volt, és ez pedig a Magyar Gárda. A Magyar Gárda, amelyet már ezerféleképpen feloszlattak, az Egyesületet is, és mindig, de mindig, mint a Főnix madár föltámad újra, ugyanúgy, ahogy a költő írta Dózsa Györgyről, hogy de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz. A gárdát nem lehet eltaposni, a gárdát nem lehet betiltani, a gárdát nem lehet megszüntetni, mert aki ilyet akar, az nem érti az egésznek a lényegét. Ugyanis az, hogy valaki gárdista vagy nem, a szívben dől el. Úgyhogy ezért van sok ezer, remélem sok százezer gárdista, de azok közül is a legkülönbek ti vagytok, akik ennyi hányattatás, ennyi megpróbáltatás, ennyi pénzzel való fenyegetés, ennyi undorító fenyegetés ellenére is meritek az arcotokat adni, és el tudtok jönni, ünnepelni, emlékezni azokra a régi hősökre is, akik pedig szerintem, véleményem szerint az egyetemes magyar történelem egyik legszebb őszét írták, és ez pedig a rongyos gárda volt. Csak a rend kedvéért, ugye hadd mondjam el, civilek, volt katonák, egyetemisták, főiskolások, vasutasok, egyszerű srácok, egyszerű emberek egy vezényszóra megindultak Nyugat-Magyarország felé, és azt mondták, ugyanazt mondták, amit a gárdisták akkor mondtak 2007 késő nyarán, hogy elég, eddig és nem tovább. És hogyha kell, akkor a testemmel fogom megvédeni. Nem fognak ide, akkor ugye 90 évvel ezelőtt, nem fognak ide erre a földre osztrák katonák lépni, és nem is léptek. A rongyos gárda történetét ismerjük, aztán próbálta a kommunista történelem meghamisítani, eltaposni, de nem lehetett. Igaz magyarok voltak ők, és még egyszer mondom, szerintem a rongyos gárda szelleme bennetek él tovább. Viseljetek bár fehér inget, vagy zöldet, bennetek él tovább.